Köszönöm a szót. Tisztelt Országgyűlés, a részvételi demokrácia fontos, főképpen egy olyan országban, ahol a jogállamiságot és a választások tisztaságát egyre több jogos kritika éri. Ha van olyan kérdés, amiben a magyarok nem értenek egyet a kormány álláspontjával, akkor szükség is van olyan mechanizmusra, amelyek kifejezhetik egyet nem értésüket. Többek között már csak ezért is támogatta a Momentum a Fudan Egyetemről és az álláskeresési járadékról szóló népszavazási kezdeményezést. Teljesen egyértelmű számunkra, hogy a magyar választók a kormány álláspontjától eltérően diákvárost szeretnének a kínai kommunista egyetem helyett, és szolidárisabb, rugalmas álláskeresést támogató politikára vágynak. Abból, hogy mindössze néhány hét alatt összegyűlt a szükséges számú aláírás, látszik, hogy ebben a kérdésben a népakarat bizony nem egyezik meg a kormánypártok álláspontjával. Tisztelt képviselőtársak! Áprilisban önök nyerték a választást, de ebben a kérdésben a valódi kétharmada mi oldalunkon áll. Egy erről készült tavalyi reprezentatív közelménykutatás szerint a magyarok 66%-a inkább elutasítja a Fudan beruházást, a támogatók aránya mindössze kevesebb, mint 30%. A magyar választók nem először bölcsebben látják a szükséges gazdasági döntéseket, mint a kormány, a magyar emberek szerint fontosabb a magyar diákok megélhetését és lakhatását garantálni. Nagyszerű lenne, hogyha a kormány is ilyen bölcs belátásra jutna. Magyarország épp hogy 3 évtizede szabadult egy kommunista nagyhatalom befolyása alól. Érthető, hogy a magyarok nem szeretnének egy újabb kommunista nagyhatalom befolyását garantáló egyetemet befogadni. Pláne nem akkor, amikor a szomszédunkban egy korábbi KGB ezredes az erőszakos szovjet nosztalgia jegyében rohant le egy békés, független államot, milliókat menekülésre kényszerítve, életek tízezreit elpusztítva. Tisztelt képviselőtársak, bármennyire fájdalmas és nehéz lesz önöknek kimagyarázni a kínai pártállami vezetőknek, a magyarok inkább a magyar diákoknak szeretnének megfizethető lakhatást. Fővárosi képviselőként és lakosként kirívó felelőtlenségnek tartom, hogy Magyarország szívének egyik legértékesebb kihasználatlan területét önök a kínai pártállam kezébe adnák. Az Országgyűlés legfiatalabb képviselőjeként pedig. Mint valaki, aki egyébként szintén albérletben lakik, felfoghatatlan számomra az önök kommunista nosztalgiája, ami ráadásul a magyar diákok lakhatásába kerül. Mondjuk azután, hogy önök már vagy 20 alkalommal utasították el az ügynökakták nyilvánosságra hozatalát, ez annyira nem meglepő. Tisztelt képviselőtársak, a népszavazások akkor igazán hasznosak, ha olyan kérdést tesznek fel, amiben nem egyértelmű a népakarat. Az ilyen fontos kérdéseknél éri meg a legjobban kifizetni a népszavazás költségeit. Itt viszont nem ez a helyzet. Két ennyire egyértelmű kérdésben egy népszavazásra nem szükséges az állam részéről elkölteni 13 milliárd forintot, hiszen mi a parlamentben már most is követhetnénk a nép akaratát. Ezért hangsúlyoznám, hogy most van egy frissen benyújtott javaslat pont erről a két kérdésről. Arra biztatnám a képviselőtársaimat, hogy legyenek szívesek megszavazni. Ezzel ugyanis megspórolhatunk 13 milliárd forintot az adófizetőknek. Ez a 13 milliárd forint nagyon is jól jönne az egészségügyben, vagy az oktatásban, vagy a rászoruló családok segítésében. És akkor még nem is beszéltünk arról a több száz milliárdról, amit önök ehelyett kínai hitel formájában felvennének kínai állami cégek és kínai munkások kifizetésére, anélkül, hogy ebből megfizethető felsőoktatást biztosítanának a magyar diákoknak. Ne bohóckodjunk tehát. Mindannyian halljuk már most is a nép szavát, spóroljunk már most is a pazarló költségvetésen, biztosítsunk már most megfizethető otthont minden tovább tanuló fiatalnak, adjunk már most stabil megélhetést álláskereső honfitársainknak. Mi ebben megkönnyítettük az önök dolgát, van egy előterjesztésünk, megírtuk, hogy önöknek ne kelljen vele fáradni. Tessék megszavazni, köszönöm a figyelmet!